ismét itt vagyok. Az előző részben megmutattam a Carl Zeiss planárnak a csodálatos vintage képét. Most pedig nem a Flectagonnal folytatom a sort, hanem a Industárnak ez a speckó csillagbokét csináló makroobjektívével, amit igazából teljesen véletlenül találtam meg, mert valami makrót szerettem volna ékszer, vagy bogár, vagy rózsabimbó fotózásához, és tök véletlenül botlottam bele a jófogáson, de nem bánom, mert elég érdekes dolgokat lehet vele csinálni. Szokásos módon kívül van a rekeszválasztó gyűrűje. Ez valakinek praktikus, nekem annyira nem kényelmes használni, viszont egy biztos, hogy nem állítja el az ember, ami mondjuk, hogyha csillagbokét szeretne, akkor kifejezetten előnyös, ugyanis csak 5,6-os, illetve 8-as rekeszérték között lehet ezt elérni. Alatta nem, illetve alatta eléggé fellágyul a kép, olyan, tehát a teljesen nyitott rekeszérték, F2.8-nál már elég lágy a kép. Én nem nagyon barátkoztam meg vele, viszont szuper éles fölötte, és azt vettem észre, amit nagyon fontos elmondanom, hogy ez körülbelül harmad vagy negyed annyiba kerül ez a kis objektív, mint a Carl Zeiss előző részben megmutatott példánya, és mégis sokkal kevesebb kromatikus aberráció terheli a képeit. Nem mondom, hogy színhelyesebb, vagy nem mondom, hogy jobb vele dolgozni, de bizonyos helyzetekben, főleg, hogyha napfénnyel kapcsolatban készítünk valamilyen felvételt, előnyösebb, hogyha utómunkában, főleg videófelvételnél nem kell a kromatikus aberrációtól tartanunk, illetve amennyi terheli a képet, az meg eléggé minimális, illetve eléggé elviselhető, főleg, hogyha vintage, old school hatást akarunk elérni vele. Ez nem egy olyan változat, amin van bevonat, mert ebből van multicoating kiadás is. Ez nem MC-s, nincs is rajta semmi erre utaló jel. Ennek is köszönhető az, hogy amit a test videóban is majd látni fogjátok, eléggé, egy picit, hogyha ráesik a fény, akkor eléggé az egész képmező ki fog világosodni. Én speciál ezeken a régi optikákon nem hiányolom, pont az ilyen sterilitás mellőzése miatt nem hiányolom ezt a bevonatot. Nem annyira steril, mint egy új optika, teljesen manuális, egy kicsit dört, egy kicsit mocskos képet lehet vele készíteni, de hogyha az ember szeretne elmenni ebbe a régi irányba, egy kicsit analógabb hatást adni a digitális képi anyagának, akkor viszont jó választások ezek a bevonat nélküli optikák. Még azért jó a bevonat nélküli optika, mert ha anamorfikus lencsét szeretnénk használni, akkor mögé általában praktikusabban ajánlanak a régi optikák közül bevonat nélkülit, éppen azért, mert a bevonatos optikákkal nem annyira könnyű fókuszálni, legalábbis az a tapasztalat, hogy jobb mondjuk egy bevonat nélküli Helios használni egy régi anamorfikus objektívvel, mint egy bevonatos Helioszt. Nem tudom, a tapasztalatom nekem azt mutatja, hogy bevonat nélküliek direkt fényben jobban becsillannak, anamorfikus lencse mögött meg én mind a kettővel tök jól tudtam dolgozni, úgyhogy ilyen problémám nem volt eddig. Van beépített napellenzője, ami nagyon, nagyon hasznos tud lenni. Hát ennek az a hátránya, hogyha teljesen kitekerjük a egyébként makroobjektívet, akkor ennyire hosszú lesz a tubus hossza. Én együtt tudok vele élni, tekintve, hogy ezt nem magában használom, nem prime lencseként egy előtét lencsével, úgyhogy nem is húznám nagyon egyébként ennek a teszt videóját. Nagyon jó, nagyon kellemes kis súlyú, abszolút fényből készült, az egész ilyen prémium érzetet ad. Ez egy M4-2-es kiadás, de készült belőle M39-es is, úgyhogy nézzük a teszt videót.